Megnyílt és már használható az Alba Aréna úthálózata. Az Alba ipari zóna mostantól a Budai út felől is megközelíthető. Ugye a multicsarnokkal együtt épült meg és valósult meg ez a fejlesztés teljes egészében állami forrásból. Ez közműrendszer képítését is jelenti, közvilágítás képítését is jelenti. A csomópontokkal együtt, tehát itt ami a Budai út nagyszombati kereszteződésére kialakult, mindegy 3,5 milliárd forint összköltségvetésből valósult meg. Azért nagyon fontos, mert egyrészt kiszolgál egy új közösségi létesítményt, amit valamikor majd a tavasz második felébe át is adunk a nyilvánosságnak, de legalább ennyire fontos. Fontos, hogy egy nagy ipari centrum komplexumot is összeköt a Budai úttal. Most a Nagyszombati utca Budai út kereszteződése a meglévő háromról egy négyágú csomópontra bővült. Az ünnepélyes átadón Cserpalkovics András polgármester és Varga Tamás Székesfehérvár országgyűlési képviselője nyitotta meg az utat. Az építkezés indulásakor a csarnok és az úthálózat projektet szándékosan külön választották, tehát az utak megnyitásával nem kellett megvárni a csarnok átadását. Ez évezredek óta történik, ahol egy út épül, ott történnek dolgok. Igazgató úr mondta el, hogy 28 vállalkozás cég vár arra, hogy tervei szerint felépítse itt az üzemcsarnokát az Alba-ipari zónában. Ez egy hihetetlen nagy fejlődés, hogyha az M7-es felől közelítjük meg Székesfehérvárt, akkor látható, hogy itt egészen a 70-es útig kinyúlnak már a vállalkozások. Az Alba ipari zóna üzemeiben jelenleg is több ezren dolgoznak, akik életét az új átadott, mintegy 3 kilométer hosszú útszakasz jelentősen megkönnyíti majd, hiszen a műszakváltáskor fellépő jelentős forgalmat így három különböző irányba oszlatja el. Jelenleg 148 cég működik, a 148 cégben 3200 ember dolgozik. Most ezek a számok változnak a közeljövőben, mert 28 cég vásárolt tulajdon, és ők a következő néhány évben föl fogják építeni az új üzemcsarnokokat, raktárakat, és itt arányosítva kb. Olyan 6-700 ember fog még dolgozni. Bő 3 kilométernyi új út, illetve kerékpárút épült, mellyel az Alba ipari zóna, így északról, a budai nagyszombati csomópont és a topolyai palánkai utcák felől is megközelíthetővé vált. A megépült két kétsávos autóút mellett a járdát és a biciklis utat is átadták, így innentől kezdve így is megközelíthetik majd a fehérváriak az ipari zónát, valamint a buszjáratokat is be fogják vezetni ezen az új útszakaszon. Fontos az is, hogy az aréna és az ipari park új útjai mellé 125 facsemetét és 50 cserjét is telepítettek a kivitelezők.